Kisvárdán már működő gazdaságban állítják elő a kóserpiac számára ritka brokkolit és karfiolt. Az ehhez kapcsolódó logisztikai tevékenység a következő hónapokban elindul. Párizs és London irányába kezdik meg a kóser élelmiszer értékesítését. Ennek folytatásaként indult meg az alapkőletétellel egy logisztikai központ felépítése, amely remélhetően 2018 év végén el fogja kezdeni már a működését, és hidat fog képezni az európai, izraeli és az amerikai kosher piac számára, a kosher élelmiszer ellátására. Ezzel együtt nagy lépést téve abba az irányban, hogy a magyar élelmiszeripar termékeit értékesíteni tudjuk a világ kosher élelmiszer piacán. Az 1 milliárd forintos, 6000 négyzetméteres épület 4000 raklap tárolására lesz alkalmas, valamint egy 3000 raklap kapacitású szárazáró raktárként is funkcionál majd. Lehetőség lesz fagyasztott és hűtött termékek tárolására is. Magyarországot sikerült felhelyeznünk a világ kóser élelmiszer piacának a térképére. Ez egy mintegy 20 milliárd dolláros piac, a világ egyik leggyorsabban fejlődő élelmiszerpiaca, és Magyarországot hosszú idő után azt gondolom, hogy korábban nem várt eredményességgel sikerült újra feltennünk erre, ennek a piacnak a térképére. Az ország keleti régiója kiemelt térségnek számít a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén. Ez a tendencia a következő években az előrejelzések szerint tovább fog erősödni. Kimerem jelenteni, hogy az élelmiszeriparban olyan lehetőség rejlik, amelyet Magyarország még teljesen nem tudott kihasználni, és amennyiben ez a munka folytatódhat és sikerül ezt a potenciált kihasználnunk, akkor ez a térség is olyan fejlődés előtt áll, amire talán ma nem is gondolunk. A kormány a következő években újabb fejlesztést tervez a kóser élelmiszeripar területén, amelyek munkahelyek százait hozhatja létre. Ez a komplex fejlesztési csomag olyan hozzáadott értékteremtést tesz lehetővé, amely az egész térség fejlődésére hatással lesz.